A rendezvény a kórusok ünnepélyes bevonulásával kezdődött. Az egybegyülteket elsőként főtisztelendő Konc Tibor helybeli esperes plébános üdvözölte. Ezt követően a Monsignor Miocs József szerepét átvállaló, folytató főtisztelendő Szakály József plébános, az Egyházmegyei Liturgikus Bizottság elnöke megnyitotta a 19. ezüstcsengőt. A szemlén összesen 12 kórus mutatkozott be Vajdaság több településéről. Mérföldkőhöz érkezett az ezüstcsengő, ez a 19. alkalom egyben valaminek a lezárása és valami újnak a kezdete is. Azt tervezzük, hogy őszre egy egész nagy gyűlést hívunk össze Szabadkára, ahol a karnagyokkal pont az ezüstcsengő jövőjéről szeretnék egy kicsit beszélgetni. Itt tehát mindenképpen rendhagyónak mondható ez az idei rendezvény. A szervezési feladatokat Détári Margit, a zenetanárnő látta el pedagógus társaival együtt, de ugyanakkor a helybeliek közül is sokan segítettek, hogy ez a rendezvény sikeres legyen. Én most először vettem részt, és mindjárt, mint házigazda ezen a rendezvényen. Eddig a szórványban voltam, ismerem a szórványvidéket, és hogy mennyire szükséges, hogy itt nálunk a bánáti Nagybecskereki Egyházmegyében is megszervezzük ezeket a rendezvényeket. A rendezvény záró részeként kiosztották az emléklapokat, majd egy közös dallal búcsúztak el egymástól a kórusok.